Sziasztok, én Peti Gamer vagyok, és itt vagyok egy újabb videóval. Az éppenséggel most ugyanúgy Red Dead lesz, mert ugye a ezelőtt már csináltam egy Paladins videót, de ugye azt már holnap délfele fog kijönni. Ez egy csodálatos vilinyó. Most egy, hát előbb az imént mentem egy ilyen Dead match, vagy a faszom se tudja mi ez amúgy. De hát felidegesítettek be konkrétan ilyen ilyen bossokkal, vagy ilyen nagy baszott nagy régi playerekkel össze minket, lobbyba, szóval ez mindennapos. Hát vagy ezt már ezt megszoktam, szóval inkább akkor gondoltam, kipróbálom legalább ezt is. Végül szóval nem nagy probléma. De hát ez a legelső menet az úgy oké volt. Az úgy oké. De hát ez... Hát amit leművelt, vagyis hát leműveltek ezek, kész katasztrofális. Bementem volna káromkodni, de hát nem tudom, hogy hallották-e. Akárról is vagy, ektáuszt megöl. Szóval, ja, szerintem inkább feladatokat fogunk csinálni. És akkor lesz, ami lesz. Hol van? Hogy lépjek be? Cigány, kurva anyádat. Faszopó. Na. Ezt már akartam. Már bocsánatot kérek. Na. Ez muszáj volt. Marát. Minden. Nem. Nekem többet nem kérek ilyenből. De remélem nem az egész játékból léptem ki. Oh, hallajusnak nem. Mert nekem ennek nincs idegzettem sajnos. Hogy... hát végig játszom ezt az egészet, szóval inkább kiléptem. De mindegy is, úgyis van itt egy feladat. Itt a közelbe. De hát pontosan itt van. Amit egyszer a egyik player az elbaszott nekem. De szerintem az fönt is van. Szóval fönt is van a YouTube-on. Szóval, ez volt a legelső PvP-n, ha jól tudom. Talán. Vagy nem? Hú, szerintem, de akit nagyon aláztam, nagyon csúnyán aláztam azt a srácot. De hát ő hibája, mert igazából ő bassza el a játékom. Hát én csak nyugodtan áldás békességbe csináltam a feladatomat, de ő nem hagyta. És így aláztam meg, jó pászor megöltem végül is. Szóval, ja. Nem tudom, mit kell csinálni, szerintem ugyanúgy üzéket kell, vagonokat, vagy hát vagonba kell utaznom. Ha jól tudom. Opa. Mit ilyen e-mailt kell csinálnom. Nem tudom, hogy hol van a lovam, de mindegy. És akkor szerintem... Elviszik ezt a csomagot. Ilyen futárszolgálat vagyunk. Hogy vettem észre. Nem vagy veszünk lőszert is a lúgainkat. Ezt majd most sem tudom, hogy ez. Ez ilyen... De egy puska? Na, akkor... Inkább átváltom a izére. A repeaterre. Mire? Na mindegy. Vágjunk is bele. Akkor szerintem egy-két feladatot megcsinálom, utána igazából elkapcsolom a videót, mert nem akarom túlságosan hosszúra. És majd meglátom, hogy a következő videó mi lesz. Ahogy máig is mondtam, hogy így folytatom a Skyrimet, de hát hogy is mondjam, nem nagyon van rá időm, meg hát hogy is mondjam, egyszerűen is mondjam. Ha mindig más lesz, inkább, úgy mondom. Szóval, ahogy soha nem ült rá idő a Skyrim-nek a folytatására. Azt se tudom, hogy hol hagytuk abba a videónál. De nem baj, mert szerintem lehet, hogy valamelyik videót vissza fogom olvasni, már nézni.
megvan. Megöltük a ellenséget, de nem tudom, hogy hova kell felszállni amúgy. Na mindegy. Jó napot uram, megadtuk a ajándékot, figyeltem. Azt se tudja, hogy meg kell venni neki. Ilyen több zéből áll. Mit csinálsz? Ja baj, megcsináljuk végül, és nem nagy gond. Tudjuk, akkor szerintem lehet, hogy le fogjuk vágni az utat. Szóval mondjuk bármilyen is olyan. Itt az életből szerintem. Tehát tényleg az életből sem fogunk odaérni. Szóval jön nagyon jó. Ott már lövöldöznek. Ott találtam, itt át kellett, azt szerintem te nem akarsz itt átjönni. És akkor itt átvalgunk, miért nem? Amellyre tudunk, arra megyünk. Szóval... De ezt egyáltalán nem gondoltam tényleg, hogy ez több feladatból fog állni. Mert több feladat már több címhez kell elmennünk. De úgy látom, hogy... mégis. Ez van. Ez nem tudom, hogy három. Hát... ezek itt kívül még kettő vagy három címhez még talán el kell vinni a postát. Elég érdekes. Egyszer futásszolgálat, egyszer vagon, egyszer üzét kell kirabolni. Túsz kell megmenteni, szóval elég durva. Melóim vannak. Addig menjünk, amíg nem tud utánunk jönni végül is, mert szerintem itt fogunk úgyis a célnál. Már voltunk egyszer, szóval nem jön össze. Ez az ott pontig, ponthoz. Mit csinál? Még elfelejtem, hogy nem lehet megütni a lovat. Kicsit menjen gyorsabban. Az mindig a végigyerk, akinek a lovát megölöttem. Jaj, szerintem az úgy van ez a feladat, hogy a teljes kör, hogyha teljesen kék lesz a kör, akkor lesz kész a feladat, szerintem. Ja. Végül sem rossz, nem rossz megoldás. Most gyere utána. De amit még le akarok vadászni, nem biztos, hogy egyedül fogom, lehet, hogy már ezt több emberrel, hát haverral fogom megoldani, és nem angolok, de a pumát akarom le nagyon-nagyon legyőzni, mert az nagyon-nagyon drága, szóval nagyon sokat ad, nagyon sok őzét, pénzt ad, és nagyon sok dollárt, szóval kíváncsi lennék rá. Egyszer amúgy egyik videó után, amikor összehavarkodtam a nővel, mert a lány, a fasz se tudja, hogy milyen nemű volt, de a lány karakterje volt, azt izének. Mindegy, a emberről összehavarkodtam,
azt azért végül ugye segített nekem, meg jó belettünk minden blablabla. Bla, bla. Azt amúgy azért végül nagyon-nagyon jó el voltunk, mert feladatot csináltunk, meg hát random, ahogy nem tudom, hogy hogy volt annyira szerencséje. Ott egyik ilyen NPC-t, vagy ilyen ja, NPC-t kergette a puma, azt bejöttük. Azt mondta, hogy hát odaadta nekem, mert hogy adjam el. De egyébként tényleg elég nagyon-nagyon sokat, ilyen 14 dollárokat ad, ha jól láttam, vagy jól emlékszem. És igazából azt nem kéne kiadni. Csak nem tudom, hogy hol van a puma, meg hogyan kell előcsalogatni. Vagy el kell vadászni valamit, és azt kitenni, és akkor a tetemére az, vagy tetemre meg rámegy. Ma. Nem tudom, hogy őszinte legyek. Szóval, hogyha tudjátok, akkor a komment szekcióban nyugodtan írjátok meg, ha úgy van. Szerintem ezen kívül még egy cím lesz. Úgy van, úgy vettem észre, hogy egy ilyen felett én az anyádat. Ez mi volt? Imare, ez nem jó. Időre megy, ezt el fogjuk biztos nézni. Mindegy, nem baj. Legalább megtudtuk, hogy ilyen postás, és nem kellett volna elbaszni az időt. Meg mások. Tehát van még időm, mondom, akkor zélek. Ezt a bőrt, vagy ezt az állattározom, de szerintem volt egy olyan érzésem, hogy nem fogom tudni elhúzni. Elég nagy volt. Hát Isten, fú, ezt a... Hisz lehet, hogy egy új lovat kell vennem, ilyen upbreakinges lovat, vagy föl kell tuningolnom, nem tudom. Kezd degínni. Aha, jaj. Jól gondoltam. Gyors, átvágunk mindenem. Elég ijesztő ez az erdő, amúgy így este, vagy hát... ja, elég ijesztő, amúgy. Vágtatunk, szóval most nagyban rajta vagyunk a feladaton, mondjuk egy percünk. Isten, hogy ez... most se jöttem rá, hogy lehet etetni a lovat. Mert már néztem, próbáltam nézni róla a videót, de hát sajnos az a videós kollega, vagy hát elmondom kollégának, mert igazából egyetlen nem vagyok nagy videós, de hát sajnos az ember, a videós, akit néztem, hát az ő se tudta, hogy úgy kell tenni a lovat. Mondom, fasza. Nos. Istenem már, megy haza. Ez idegén. Ilyen zaház az ott van. Ne jön előttünk egy ilyen nagy szakadék, már akkor biztos, hogy beszoptuk a feladatot. Szépen, olyan nyugodtan megyünk amúgy. Áh, de sételem. Ezt nem ismerek. Ott... Vágja a kurva anyádat. Te! Istenem. Hát elbasztuk ezt most, nagyon elbasztuk. Hát akkor itt el is dobjuk, ez nem érke engemet. Édes jó Isten! A jó Isten! Megött a lovam. A jó kurva Isten húzzon a... De mondjam hova. Ki is lehet dobni a lóra? Akkor... Megkóstoltatnám vele. Fú, Isten, bazd meg. Elfáradt, bazd meg. A jó... Menjön. Te. Amúgy ugyanaz. Hát az meg, Isten, tudtam én, hogy el fogjuk baszni. Szerencsét van, hogy nem öltelek meg.
Hova mész? Te hülye. Meglátogassuk legalább a playert. Pedig olyan... Pedig annyira örültem neki volna, hogy... Nem a... Kombat... Fölkelt? Mi a franc? Ez fölkelt. Megidemelted. Jó, más ló jöjjön, mert... Léges leszek. Csákó, mizu. Jó, a kutyát is akarok venni, ezt mindenféleképpen az a mindenem, amúgy. Szóval... Elütötted a kutyát, meghalsz. Csak szólok. Hol van? Nem, oké, szerencséd van. Tik. Dimna. De jó. Ezt szeretem az ilyen játékokban. Kicsit furcsa nekem a textúra, vagy hát a maga a kutya is, amit hogy ideges lett volna. Vagy hát ideges vagy, hát ez ilyen valahol. Na hogy mindegy, lényegtelen, akkor is ezt a vannak a szibériai huskies, ahogy lássátok. De egyébként amúgy azért, a játékokban ezt szeretem amúgy. Még nem menj ki, mert ott rossz embereknek mind nagyon sok rossz dolgok vannak ott. De ha akarod, akkor kinyírom azokat. Na mindegy, a játékokban ezt szeretem tényleg amúgy. Ezeket az állatokat, hogy meg lehet simogatni, meg. Meg mindent amúgy, mindent meg lehet csinálni velük. Itt van még egy. Amúgy. Kurva jó amúgy ez. Hát... Hát ez nagyon alomás, esküvő amúgy. Ezeket. Nem tudom mennyibe kerül egy kutya, viszont ha... ahol szállásomnál, vagy hát a sátoromnál, vagy nem tudom, hogy mi ez egyébként. Mindjárt megnézem. Gyorsan. Hol van? Ezt nem látom. Ott, nem ezt akarom, nem indexet vettem. Na, még egyszer. És akkor kérem szépen a nézőimet szeretném. Csak a kis sátort, vagy mi a bánatot. De ezt, hogy lehet, ezt nem nézőim. Index. Hol a sátorom, vagy nem tudom, hogy hívják azt. Egyébként. Nem látom, hogy. Nem látom. Hát sok feladatot fogunk majd megcsinálni, az biztos, ez tuti. A franc se tudja most így, hogy mi van. Megcsinálom ezt a feladatot amúgy. Megcsinálom még ezt úgy zárásképpen.
Úgy kurva jó ez amúgy, egyébként. Egyik, ezek vannak bent. Ketten is, két kutya is van itt. Csodálatos, ez meg teletrágyazza ez a baladék. Ja, ez gyorsan menj be, már nem tudom, hogy vajon lesen. Na, és akkor szerintem majd a lőszerek is, ugye, nyilvánvaló fogunk venni. És akkor szerintem, ahogy mondtam, ezt a videót megcsinálom, azt utána szerintem megcsinálom a videót, mert szerintem teljesen elég volt ennyi. Mert tényleg nem akarom túlságosan hosszú, mert megkapom egy pár embertől, hogy de nem csak a ő véleményük, szóval úgy csinálom, hogy akarom, de viszont én is egyetértettem vele abba, hogy tényleg túl sok a, hogy mondjam, milyen mondom, túl sok a nézőknek, hogyha mégis akarják nézni, vagy hogyha érdeklődnek, szóval minél hamarabb, hát kis ilyen egyszerűre, vagy hogy is mondjam, megcsinálom. Egy kis rövidre azt, legalább meg is tudják teljesen nézni, mégis. Szóval azért csinálom, nem csinálom olyan túlságosan hosszúra. What the fuck, buddy? What the fuck do you want, huh? What is it? You wanna get yourself killed or something, huh? I don't like getting surprised. Shit. Lepuffantam, mint az állat. You looking for work? That it? I know the type, eh? Strong, silent, real frightening. Still waters run deep. That type of shite, is it? I've temporarily lost me friends. It's a fucking disaster. I had them. I went away for a couple of days on a killing of a bastard I owed a killing to, good man. Yeah, and I lost the folk I ride with. Big bunch, not like you lot. No, we lived like sultans in our fucking tents. I'll find them again. I've lost them before, you know. Once was for 3 months it was. That's how it goes, I guess. Anyway, where was I? Ah, yeah. Murder and mayhem. Now, I don't like to kill innocent folk myself. Gives me a real nasty feeling inside. These bastards. Well, I don't know how innocent these bastards are. There's a stage, runs out of Aurora Basin. Now, I hear the fella say it's laden with silver. I can't rob it. I can't guarantee someone else isn't going to try. Oh, you're rotten shame to let it pass by. Anyways, on with yous. Elég furcsa. Esetleg lepuffantottam volna az állat. Megkezdjük pont 13, ezt próbáljuk nem elpazarolni. Az a baj, ez mozog, szóval beszoptuk. Ha ezen a úton megyünk, akkor talán túlérjük. Ja. Jó, felemegyek. Jó úton. Aha, jó, persze. Fasza. Itt befordulok. Indexet kicsapom. És akkor csapassuk tovább a dolgokat. Végül semmit, végül is. Nincs más változásom. Vagy meg nem is néztem az utat. Szóval jó, felemegyek. De hogy ez mi ez? Gondolom, mert ugyanaz, hogy el kell lopni hogy meg kell lenni az emberkatoszt. El kell lopni, el kell lopni és vissza kell vinni a tulajdonába. Szerintem tudja, hogy ez lesz. De ugye ki a ló, az nem tudom, hogy etetém a lovat. Szíves, örömes, csak azt se tudom, hogy hogyan kell letetni. Szóval azt megkérném tényleg megint, hogy gyorjátok le a komment szekcióba. Komment alá. Hát a videó alá írjátok le, hogyan kéne etetni a lovat. De ezt csináltam, és már kezd nagyon idegesíteni. Szóval, hogy olyan... Azonban nem tudom megütni.
Szóval... Adnak neki kettő pont. Még vett egy olyan driftet nyolt, hogy... Lehagy... Be ez lehagy minket, az még. Eskü, mondom lehagy. És akkor jössz felünk. Mit csinálsz? Álljál már le, hülye! Istenem, ez meg leszáll. Tiszta dilino. Így, nincs olyan messze. Így gyorsan megyünk. Menj már, te hülye ló. Tippelem az, hogy vissza kell vinni a vagont, vagy asszaton, vagy valamit. Amúgy. Vagy már azt is elképzelem, mert már volt olyan feladatban részem, vagy hát volt már olyan izén. Postás. Már volt olyan játék, amiben konkrétan a embernek ilyen söröket, vagy valamit ilyen tök hülyeség, felesleges dolgokat kellett vinnem. És az volt a feladat, szóval már ebből a feladatból azt is kinézem, hogy előbb, ahogy kijöttem vedelt, mint az állat, hogy mindegy, kinézem azt is, hogy egy ilyen rekesznyi, vagy egy nem tudom, ilyen vagonnyi sört iszunk. Amúgy nem rosszból mondom, de ezt már kinézem ebből a feladatból. Ott vannak. Kicsikét gyorsabban menne, annak nagyon örülnék. Nem kell olyan túlságosan nagyon-nagyon gyorsnak. Elvileg ezek szerint megvan. Hát ez elég furcsa volt, már mit nem mondjak. Nem rosszból, de elég furcsa volt. Na most ott mindenkit megöltem, akit értem, hogy akit ért a golyó. Hagyom meg titeket, bazd meg. Az. Na, hagyom ott a frontba. Geci. El kell benne. Hát, hogy gyorsabb ez. Rang up. Level 15, aminek az nagyon örülök. Már több értem. Most már emberek, már emberek is meg, itt a cég is megtámadhatnak. Playerek is. És amúgy mit mondtam, ez a ló jobban bírja, mint az enyém. De lehet, hogy jól ez, lehet, hogy alapjáraton így van megcsinálod, de attól függetlenül. Még csak jobban bírja. Nem
ott ki vannak. Okoztam a... Szerintem lehet, hogy akkor csak akkor tudom megcsinálni ezt a feladatot, hogyha elbújok. Elbújok, hogy kell ennyire. De most nem, miért nem van? Valahogy itt le is tudnak jönni. Hát mit mondjak? Elég durva volt. Pár perc, pár csík, vagy nem sokára lejár. Van bőven időnk, szóval nincs semmi probléma. Szuper, teljesítettük a előző küldetésnek a... az előző küldetése kicsikét kijavítottuk ezzel a feladattal. Szerintem hát egészen... $13 kaptunk. Azt a kurva. Majdnem egy pumának az ára. Úgy kb. Ilyen környékén kapok én is, szóval... Ja. Viszont... Ennek a... Szerintem itt a videót ezt tabbaj nem. És hogyha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és szerintem akkor találkozunk a következő videóba, és az szerintem jó lenne már tényleg folytatni a Skyrim-et, szóval szerintem lehet, hogy azt fogjuk folytatni, de mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, és még egyszer is köszönöm a figyelmet, sziasztok!